Pekes kifli készül éppen a Bói Általános Iskola nemzetiségi tankonyhájában. A helyi táncegyüttes tagjai vettek részt abban a táborban, ahol a néptánc mellett a német kultúrával, gasztronómiával, építészettel és színjátszással is megismerkedhettek a fiatalok. Én mindig is gondolkodtam azon, hogy egyszer szeretnék komolyabban foglalkozni a sütéssel, de magamtól még nem kezdtem el, de ez egy jó kezdés volt, hogy így most itt kipróbálhattam. A hét elején karkötőket csináltam, amiket egy új módszerrel csináltam, amik nagyon tetszettek, és majd még megyünk Szekszárdra, ahol nagyon várom a kirándulást, mert a Borvidékről fogunk megtudni érdekes történelmi történeteket. De hogy mitől jó a pekes kifli? Felfuttatunk egy kis élesztőt a liszthez, teszünk hozzá sót, zsírt, tejet, vagy hát ugye a tejbe futtatjuk az élesztőt, összekeverjük, gyúrjuk, nem túl kemény, nem túl lágy tésztára, kelesztjük egy 10-20 percig, most nyáron elég a 10 perc és 15, télen kicsit tovább tart, mert hűvösebb az idő, utána szépen kisodorjuk, minden kis gombócot 8 felé vágunk, a gyerekek fölsodorták, megkenték tojással, megszórták sajttal, szezámmaggal mehet a sütőbe, és már 2-3 adag ki is sült, majdnem el is fogyott, úgyhogy jön a következő adag. A hagyományőrző német nemzetiségi és tánctáborokat 2010 óta szervezik meg Bójban. Minden évben, most már 12 éve körülbelül Verigne Kálmán Ildikó szervezésében, a német önkormányzat támogatásában egy hagyományőrző német nemzetiségi tábort és tánctábort szervezünk. Most a fiataloknak, a Bói táncegyüttes tagjainak, akik már nem is annyira gyerekek, már ugye a középiskolába járnak, tehát ők a nagyobb korosztály. Bójban szervezünk, a Vigadóban nekik, külsős helyszínen, akkor a Városlődőn voltak pár napig, és ott szerveztük külsős helyszínen a tábort, és az idéntől kezdve egy német nemzetiségi tábort is szervezünk a Vigadóban, szintén Verigne Kálmán Ildikó vezetésével, és a német önkormányzat támogatásával, az egy német nemzetiségi tábor, ahol szintén táncolnak a gyerekek, énekeket tanulnak, játékokat tanulnak, és ők inkább az alsó tagozatosok. Minden táborunknak, akár iskolai tábor, akár a német önkormányzat által támogatott táborok, itt kötnek ki általában egy fél napra vagy egy napra az iskolának a kis tankonyhájában, amit szintén pályázati pénzen tudott a német önkormányzat pár évvel ezelőtt kialakítani, egy nagyon kedvenc helyszín, akár az óvodásoknak, akár a táborozó gyerekeknek, és mindig valamilyen sváb ételt készítenek. A kicsik, akiknek az elmúlt héten volt a táboruk, ők smarnit, ugye császármorzsát készítettek, azt mondták, nagyon finom volt, most pedig a nagyok, a nagy tánccsoportnak a tagjai pedig pekes kiflit készítenek, Sesták Mari vezényletével, és nagyon finom, én már megkóstoltam, mert egy része már kisült ennek a finom kiflinek, és ezek azért csvábos ételek. A tábor 5 napja alatt kézműveskedtek, tájházba látogattak, kirándultak, és német drámapedagógiai foglalkozáson is részt vettek a fiatalok.